És napi rendelőti felszállása jelentkezett, Dúra képviselőasszony, Mi Hazánk képviselőcsoport, önrendelkezés, létbiztonság, nemzetvédelem címmel. Öné a szó, képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az oktatás nemzetstratégiai ágazat kellene, hogy legyen, azonban a kormány mintha nem venné észre, hogy mekkora probléma ebben az ágazatban. Pedig a Holdról is látszik, hogy mennyire alacsony a pedagógusok fizetése, és mennyire alacsony az a politikai és társadalmi megbecsültség vagy támogatás, amit a kormánytól kaptak az elmúlt időszakban. Önök nem csak, hogy nem érzékelik a probléma mértékét, hanem hiteltelenek is, hiszen éveken keresztül folytattak olyan kampányt, egyébként nagyon helyesen, hogy ne Brüsszelben döntsenek arról, hogy a magyarok milyen döntéseket hoznak, például az oktatási rendszerben, de úgy tűnik, hogy a magyar pedagógusok bérét kizárólag a brüsszeli forrásoktól teszik függővé. Elmondhatjuk tehát, hogy a magyar pedagógusok önöknek nem érnek annyit, hogy ne szolgáltassák ki az ő béremelésük lehetőségét a brüsszeli döntéshozatalnak, és ne tegyék annak a politikai játszmának az eszközévé, amelyet most éppen az Európai Unióval folytatnak. Egészen elképesztő volt, amikor Gulyás Gergely a kormányinfón kiállt, és azt mondta, hogy majd 2026-ban, 27-ben vagy 28-ban a pedagógusoknak a bére el fogja érni a diplomás átlagbér szintjét. Ez is mutatja, hogy nem érzékelik, hogy mekkora a probléma. Nem 5 év múlva kell rendezni a pedagógusok bérét, hanem minél előbb, mert a Covid okozta lezárások gazdasági következményeiből is látjuk egyébként, hogy aki elhagyja akár pedagógus pályát, vagy bármely más ágazatban feladni kényszerül a munkáját, ő nem fog csettintésre visszakerülni akkor, hogyha a bérrendezés megtörténik. Tehát azokat a tanárokat, akiket most elveszítünk, később rendkívül nehéz, sokkal nehezebb lesz pótolni, mint ahogy azt ma gondolnánk. Ugyanis, ha a pedagógus képzésre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy sajnos van olyan tanárszak, amelyre országosan, összesen, írd és mondd, 39-en. Nem tévedés, országosan összesen 39-en jelentkeztek. Látjuk tehát, hogy óriási, mélyreható változásokat kellene elindítani, és önök ölbetett kézzel várják, hogy majd megjöjjenek az uniós források, de ha erre nem kerül sor, akkor állami forrásokból nem is tervezik, hogy rendezzék a pedagógusoknak a bérét. Könnyű Brüsszelre mutogatni, ugyanakkor a bűnbak képzéstől nem fognak megoldódni az oktatás problémái. Ahogy attól sem fognak megoldódni, hogyha megvonják a pedagógusok sztrájkjogát, vagy elbocsátják azokat a tanárokat, akik tiltakoznak egyébként jogosan a rendszerben zajló folyamatok ellen. A rezsicsökkentést is annyira sikerült megvédeniük, hogy 18-20 fokos tantermekben fognak ülni a gyerekeink hónapokon keresztül, tehát most már azt sem tudjuk elmondani, hogy egyesek melegedőnek használják az oktatási intézményeket, mert erre sem lesz lehetőségük. Bezzeg nemzeti konzultációra el tudnak költeni milliárdokat, hogy dedós, irányított kérdéseket tegyenek fel az embereknek, miközben recseg-ropog egyébként nem csak az oktatás, hanem több állami ágazat is, hogyha a szociális rendszert nézzük meg, hogyha a honvédelmet, a rendvédelmet, a közigazgatást, mindenhol elmondható, hogy létszámhiány és alulfizetettség jellemzi az embereket, ehhez képest semmilyen érdemi beavatkozás nem történik az önök részéről. Az oktatásról azért is kell különösen beszélni, mert ez nem csak egy ágazat, nem csak egy állami alrendszer, hanem a gyermekeink jövőjét a leginkább meghatározó ágazat. Itt dől el az oktatási rendszerben, a hétköznapokon dől el, hogy egy olyan nemzedéket tudunk-e felnevelni, akik tudatosak. Olyan nemzedéket tudunk-e felnevelni, akik versenyképesek, képzettek, megadjuk-e nekik a lehetőséget, hogy sikeresek legyenek az életben. Megadjuk-e nekik azt, hogy kialakuljon bennük egy erős nemzettudat, és átélhessék a közösséghez tartozás élményét. Éppen ezért az oktatási rendszerben jelentkezett problémákat nem lehet félvárról venni, és nem lehet cinizmussal elintézni. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, a kormány nevében Rétvári Bence miniszterhelyettes úr válaszol. Öné a szó.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Képviselőn is vannak a szavai, amiket mond, és van a frakcióinak a szavazása, ami a tett. Azért a tegnapi napon itt szavaztunk olyan kérdésekről, amik közelebb vihetnek minket ahhoz, hogy ne csak költségvetési, de uniós forrás is legyen a pedagógusok béremelésére. Lesz költségvetési többlet is, erre is mindjárt kitérek, de azért nem lenne rossz, ha egy forint mellé egy másik uniós forrásból származó forintot is oda tehetnénk. Majd kérdezze meg a szünetben, vagy valamikor Novák előtt képviselőtársától, meg Szabad István képviselőtársától, hogy ők miért nem szavazták meg ezeket a törvényjavaslatokat tegnap itt a parlamentben. Megtették volna, az igen gombot kellett volna megnyomni, és előrébb lettünk volna. Ha mindenki itt a magyar parlamentben úgy szavazott volna, mint az ön képviselőtársai, és nem szavaztuk volna ezeket a javaslatokat, akkor reménytelen lett volna, hogy ne csak a 10-10-10%-os béremelés, hanem több is adott esetben megvalósuljon. De nem szavazták meg. Mi lett volna, ha mindenki úgy tesz, mint az ön frakciótársai? Akkor aztán végképp elvágtuk volna ennek a lehetőségét. Én is úgy gondolom, hogy minden alkalmat, minden lehetőséget meg kell arra ragadni, hogy valóban jobban becsüljük meg a pedagógusoknak a munkáját. Mindjárt rokonságában, baráti körében, ismerősök között ott van nagyon sok pedagógus, aki nagyon-nagyon-nagyon áldozatos munkát végez. Nem pusztán számokról vagy távoli dolgokról beszélünk, hanem a saját rokonainkról, ismerőseinkről, akik szintén tanárként dolgoznak, és látjuk, hogy mit tesznek lelkiismeretesen, és hogyan dolgoznak a diákjaikért, hogy jobb teljesítményt hozzanak ki magukban, hogyan tesznek a tanórán kívül is azért, hogy valóban, ahogy ön is mondta, a diákok közösségé váljanak, motiváltak legyenek, egyre többet tanuljak. Mi magunk is mivel kezdtük el ezt a ciklust is, tisztelt képviselőasszony, azzal, hogy megkérdeztük a pedagógusok véleményét, hogy miket tartnak fontosnak. Nyilván egyértelmű volt, hogy ők is fontosnak tartják a béremelést, ezt mi is gondoltuk. Azért nem volt Magyarországon még olyan időszak, amikor 33 ezer pedagógusnak a vélemény alapján igyekszik a kormányzat ebben a ciklusban a különböző jogszabálymódosításokat, vagy másokat majd végrehajtani. Tehát ez egy közös kezdet, tehát hozzunk létre egyetértési pontokat. Nyilván nem végtelen értékű költségvetésből, de amennyink van, abból próbáljunk így közösen előrelépni. Ön azt mondta, hogy nincsen a költségvetésben többletforrás béremelése, meg oktatása. Igaz, hogy önök nem támogatták, ez kétségtelen, mert a baloldal ellenzék önök nem támogatták ezt a javaslatot, de 86 milliárd forint többlet szerepel a jövő évben is, amiből elsősorban ennek a döntő többségéből nyilván béremeléseket fogunk végrehajtani. És az is egy csúsztatás, torzítás, vagy másképp is fogalmazhatnék, mi volt ön részéről, hogy pontosan az iskolák azok az intézmények, amelyeket igyekszünk legalább 18, legalább 20 fokra felfűteni azért, hogy ott a gyermekek biztonságban legyenek, tisztelt képviselőasszony, akkor, amikor egész Európában emiatt aggódik mindenki. Mi azt mondtuk, hogy valóban az iskoláknál nem lehet azt megtenni, hogy a gyerekek ne menjenek be az iskolába, amit sokan mondtak, hogy rögtön legyen online oktatás, hanem nem jelenléti oktatás legyen, biztosítsuk azt az igencsak nagy többletet, ami ezt rezsiben majd követi. Nyilván van ilyenek a kórházak, bentlakásos szociális intézmények is, azért, hogy a gyerekeket biztonságban tudjuk, minden téren biztonságban tudjuk az ő hétköznapjaikat az iskolán belül. Amit ön mondott a nemzeti konzultációs dedócs kérdés, tisztelt képviselőasszony, minden ember minden nap ezeket a kérdéseket teszi föl önmagának a rezsivel kapcsolatban, ami nemzeti konzultáció témakörét is illeti, hogy pontosan, hogyan és mikor lesz végre ennek vége. Felfoghatatlan, hogy egy év alatt az áramára az ötszörösére emelkedjen a világpiacon, a gázára pedig hatszorosára emelkedjen a világpiacon. Mindenki erről beszélt, tisztelt képviselőasszony. És dedós kérdésnek nevezni, ez körülbelül az a színvonal, nem akarom megsérteni, bár lehet, hogy ezzel félig sikerül, hogyha Fekete Győr Andráshoz hasonlítom, amikor azt mondta az iskolák minőségére, hogy milyen ramatya minősége. Egy ilyen kis kézlegyintéssel innen a körúton belülről, hogy a magyar iskolák minősége ramatya. A rezsicsökkentéssel, az áremelkedésekkel, a szankciókkal kapcsolatos kérdéskör, az dedós kérdéskör. Tisztelt képviselőasszony, az embereket ez érdekli, nekünk ezzel kell foglalkozni. És nyilván sokakat az is érdekel, hogy valóban mi lesz a jövő iskolájában. Ezért az elmúlt évek, ön is tapasztalhatta, nem az iskolák bezárásáról szól, mint a 2010 előtti, hanem azoknak egy részét újra nyitottuk, és nagyon sok iskolát pedig országszerte felújítottunk, vagy új iskolákat is építettünk. Mert mi ebben hiszünk, az iskolák korszerűsítésében, ha megnézi a tankönyveket, nem ismer rá a saját diákkorunk tankönyve és a mostani tankönyvek között. Az okosportálnak mégiscsak 2-300 ezeres látogatottság van naponta. 60-70 ezer ember nyitja meg
az okos tankönyveket, digitális tananyagokat a Nemzeti Köznevelési Portálon. Több mint 1 millió felhasználóval működik a Créter rendszer is napról napra. Ezek mind-mind óriási erőlépések voltak. Nem arra nagy minőség irányába megyünk, mint amit önök meg az önök képviselőtársai mondanak, hanem pontosan a minőséghez. A minőséghez persze tudjuk, béremelés is kell, ezen dolgozunk. Sajnáljuk, hogy önök tegnap a szavazatukkal nem segítettek ebben. Köszönöm szépen.